Lezárult Szilágy megye délnyugati régiójának kulturális és természeti örökségét felmérő és feltérképező Kultúra és Természet Erdélyben Múlt és Jövő című program. A több mint egy éves projektet a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet indította. Az összegyűjtött adatokat a cultureandnature.ro honlapon lehet elérni. Sajtótájékoztatón számoltak be Kolozsváron a Kultúra és Természet Erdélyben Múlt és Jövő című program keretében végzett felmérések eredményeiről. Szilágy megye 8 községének értékeit vették górcső alá az ökológia, a művészet, történet, a régészet, a vizuális és kulturális antropológia szemszögéből. A 16 hónapos munka nyomán térképek, fotó- és videóanyagok, szóróanyagok és többnyelvű nyomtatványok is készültek. Mi ezt próbáltuk, ezt a régi rossz képet korrigálni egy új jó képpé, és én azt hiszem, hogy sikerült. Ennek az eredményeképpen nem csak például ez a kis fotóállítás, fotókiállítás készült, hanem készült egy terv is, egy ilyen integrált menedzsment terv, stratégiai terv, amit benyújtottunk a helyi közösségeknek, illetve a megyei tanácsnak, pont arra vonatkozóan, hogy hogy lehet ezt a régiót értékesíteni turisztikailag. A program révén 4 védett területre vonatkozó javaslatot is tettek. A projekt 5 éves fenntartási ideje alatt folytatják a felméréseket és az adatbázis bővítését. Egy nagyon gazdag, sok szempontból még feltáratlan régió is, tehát mindenkinek nagyon sok kutatási lehetősége van még. Tehát ezt a felét folytatni fogjuk, illetve hogy azt az eredeti ötletet, hogy a Bánffy kastélyban, Szilágy nagyfaluban egy ilyen kutatási, oktatási központot hozzunk létre, sem engedtük még el. Nyilván ez egy nagyobb horderejű dolog, itt komoly erőforrás keresésre lesz szükség. A programban résztvevő szakemberek bíznak abban, hogy sikerül rávilágítaniuk arra, hogy a szilágysági régiónak helye van a bel- és külföldi turisztikai célpontok között.